Magyarországon a kutyákat érinti, úgy hívják, hogy babéziózis. Ez a kullancsban lévő egy sejtű élősködő, ami a kutyátba bekerül a kullancsípés által, és a vörös vértesteket fogja majd megtámadni. Vannak az országban olyan területek, ahol jóval kisebb a babéziózis fertőzöttség a kullancsokban. Itt a mi környékünkön sajnos igen, úgyhogy abszolút lehet rá számítani. Vérszegénységet okoz alapvetően, és ha nem alakul ki szövődmény, akkor egy jól gyógyítható betegségről van szó. Akkor van nagy baj, hogyha szövődmény alakul ki, akkor viszont intenzív kezelésre van szükség. Azt gondolom, minél előbb szedje ki azt a kullancsot, ezt otthon is meg lehet tenni, nem a házi barkács módszerekkel, egyszerűen meg kell fogni ezt a kullancsot, és egy tekerő mozdulattal kihúzni. Nem olajja a kenyűbe, gyufafej, semmi extra, ki kell szedni kézzel, meg kell húzni, és kiszedjük, akkor már sokat teszünk a kutya érdekében, és hogyha azt veszi észre, hogy pár napon belül a kutya bágyat, étvágytalan, azt szokták mondani igazik, hogy nem olyan a kutya, mint lenni szokott, akkor már azért megszólal a vészcsengő a fejünkben, hogy babéziáról van szó. Laborvizsgálat létezik, tehát ezt laborvizsgálattal ki lehet mutatni, hogy fertőződött-e a kutya vagy nem. Minél előbb kezdődik el a kezelés, annál nagyobb az esély a gyógyulásra. Hát van bőven. Ugye időszakosan, ugye nyári kánikulában, amikor a kullancsok is kevésbé mozgolódnak, akkor kevesebb, ősszel és tavasszal viszont minden nap van esetünk. Ami nagyon fontos, az a megelőzés, bolha és kullancs elleni védelem, illetve majd egy következő riport témáját képezheti a szívférgességet. Ezt érdemes így egybevenni, de azt gondolom, hogy a bolha és kullancs elleni védelem az ma már azért úgy legyen alap, és az új betegség pedig a szívférgesség, amit érdemes összevonni, és akkor három ellen védekezni havonta.